május 26-án tartotta soros ülését Békés Csaba közgyűlése. Köszöntöm nézőinket, ez a Szempont. Ahogy szoktuk, a Városháza dísztermén kívül a képviselőkkel is megvitatjuk a határozatokat. Köszöntöm stúdiónkban Miklós Attila képviselőt. Jó estét kívánok! Herceg Tamás tanácsnokot. Jó estét kívánok! Fülöp Csaba képviselőt. Jó estét kívánok! És dr. Ferenczi Attila frakcióvezetőt. Jó estét kívánok! Ugye, hogyha arányaiban nézzük az előterjesztéseket, akkor leginkább a pályázatok és a beszámolóké volt a főszerep. Ugye az egyik legnagyobb vitát a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT beszámolója kavarta. Ugye mérleg mindkét serpenyőjébe kerültek érvek, ellenérvek. A Fidesz frakciójéba például az, hogy nyereséges a vállalat. Hogyan értékelik ezt? Ugye voltak arra ellenérvek, hogy azért ez nem teljesen... A vagyonkezelő ZRT-vel kapcsolatosan nem csak a vagyonkezelő ZRT-vel, hanem a törzsházról is beszélünk, ahol ugye 6 tagvállalat is van. Nem azt mondanám, hogy nyereségesen pozitív eredménnyel zárt. Nyereségességről azért nem beszélnék én konkrétan, mert nem teljesen gazdasági tevékenységekkel foglalkozik csak a cég, hanem az önkormányzat, a képviselőtestület által adott feladatokkal is, amihez vagy adunk pénzt, vagy nem adunk pénzt, vagy adunk elég pénzt, vagy nem adunk elég pénzt. Itt ez a plusz 18 millió forintos törzsház szintű eredmény, ez leginkább a hulladékszállítással kapcsolatos önkormányzati támogatásnak volt köszönhető, de rögtön el is mondom, hogy az összes többi leányvállalata nyereséggel vagy pozitív eredménnyel zárta a tevékenységét. Maga a vagyonkezelő ZRT is 4,5 millió forintos eredménnyel zárt. Összességében el lehet mondani, hogy a vagyonkezelő ZRT, aminek az alapfeladata egyébként régen, amikor megalakult, az az önkormányzati ingatlanoknak a béreltetése, üzemeltetése, hasznosítása volt, ma már sokkal szerteágazóbb feladatokkal foglalkozik, teljesítette a rá kiszabott penzumot, gazdaságosan végzi a tevékenységét, tehát nem kell mindig plusz pénzeket beletenni, és a fejlesztések mentén is van. A vita, nem is vita volt erről, hanem eltérő nézetkülönbségek voltak, akkor egy ilyet mondok, polgármester úr szeretné, hogy növelje a bevételét és csökkentse a kiadásait. Ahogy áttekintettük itt a felügyelőbizottságon is, és a közgyűlésen is a beszámolóját és az üzleti tervét, valójában bevétel csak úgy tudna növelni, például a sportingatlanok esetében, hogyha bérleti díjat szedne, vagy magasabb bérleti díjat szedne, ami természetesen oda vezetne, hogy a sportolóktól az egyesületeknek kellene, hogy is mondjam, magasabb tagdíjat szedniük, hiszen maga a TAO, ezek a társasági adóból befolyó támogatások, ezek nem használhatóak fel működésre. Kiadás csökkentés terén, hogy lehet úgy kiadást csökkenteni, amikor rengeteg olyan feladattal terheljük meg, aminek a bevételi oldalán azért nem teljes mértékben fedezzük le a kiadásait. Példának az Árpád-fürdőt hoznám, az Árpád-fürdő veszteséges, és az is marad, mindaddig, amíg a jegyárakat nem emeljük, hiszen egy, hogy is mondjam, 99,5%-ban Békés Csabaiak veszik igénybe, tehát például Gyulával ellentétben az idegenforgalom, a külső források nem sok szerepet játszanak. A veszteséget úgy lehetne csökkenteni, hogyha megemeljük a jegyárakat, ezzel ellentétes folyamatra törekszünk egyébként, például a nyugdíjasok esetében, ahol lesz javaslatunk, hogy csökkentsük, de ez a városnak kiadást jelent, hozzá kell tenni, de a vagyonkezelő, mint üzemeltető a fürdőnek, például Herceg Tamás tanácsnok úr is benne van a felügyelőbizottságban, a gáz, a villany, a vízköltségeken lényeges megtakarítást hajtott végre. Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy 2012-ben volt egy energiaracionalizálási beruházása a fürdőnek. Tehát ahol lehet, ott az üzemeltetésben is megtakarítások vannak, és odafigyelnek rá, és a létszám is egy adott létszámmal végzik a központi tevékenységet. De például örömteli volt számomra, hogy a dolgozói létszám, és itt azért közmunkásokat is bevonva, mintegy 20 fővel emelkedett, tehát azért a foglalkoztatásban is jelentős szerepet játszik a vagyonkezelő ZRT, összességében azt lehet elmondani, és ha jól emlékszem, javítsanak ki a kollégák, a Kozma János vezérigazgató prémiumát egyhangulag támogatta a közgyűlés, ez 6 pontból álló elvárásokat fogalmazott meg, és ezeknek az elvárásoknak megfelelt. Úgyhogy összességében jól működik, gazdaságosan működik, és végrehajtja azokat a feladatokat, amit kiszabunk rá. Miklós Attila képviselőjét egy népmesei hasonlat, amikor azt mondta, hogy gurul-gurul a kis gömböc, és maga előtt mindent felfal. Mire gondolt egészen pontosan? Egészen pontosan arra, hogy a vagyonkezelő ZRT gyakorlatilag törzsházkonszern. Most már
a lakodalomtól a temetésig gyakorlatilag minden feladatot ellát ebben a városban. Ingatlant kezel, parkolást üzemeltet, piacot üzemeltet, húsboltja van, strandot működtet. Úgyhogy gyakorlatilag néha úgy tűnik, hogy vezérigazgató úr a hentestől a parkolóig minden feladatot önmaga is megpróbál ellátni, még vízőr is szokott lenni néha, de a strandról csak annyit hagy mondjak már, hogy annyira gazdaságosan működik, vagy annyira olcsóbban tud, hatékonyabban tud működni a fürdőnk, hogy idén már csak 116 millió forintot kellett hozzárakni a működéséhez, ahhoz, hogy nullára kijöjjön. Én azt gondolom, hogy nincs az a jegyár növekvény, ami ezt tudná ellensúlyozni. Viszont abban igaza van tanácsnok úrnak, hogy egy strandfürdő üzemeltetése az nem tud nyereséges lenni turisztikai bevételek nélkül, és a mi strandfürdőnk az egy városi strandfürdő, városi igényeket elégít ki, úgy a sportban, mint a látogatóközönségben egyaránt, úgyhogy ha egyébként strandfürdőt akarunk üzemeltetni, akkor ez pénzbe fog kerülni nekünk. Ezért volt szerintem elhibázott lépés az, amikor Nagyvidáman a Vízmű ZRT-ből a város az előző polgármester úr javaslatára ezt átvette, és azóta a város üzemelteti ezt a strandot és fizeti a veszteségeit. Visszatérve a vagyonkezelő ZRT-re, tényleg olyan sokrétű már a működése a törzsháznak, hogy sok esetben nem átlátható az, amit csinál. Én minden tisztelet a felügyelő bizottságé, hogy ezt a munkát ellátja, és nyilván vezérigazgatónak is rengeteg feladatot ró ez a sokrétű működés, de az biztos, hogy a közgyűlés csak a beszámolónál találkozik a cégeknek a működésével, és ez nem teszi azt lehetővé a képviselők számára, hogy akár napi szinten a működést tudják követni. Tehát most ezzel arra akar utalni, hogy a képviselőknek jobban bele kellene szólni abba, hogy hogyan működjön a VAK ZRT? A működés átláthatóbb lehetne akkor. Példát mondok, Városfejlesztési Kft. Minden egyes pályázatról az önkormányzat dönt, hogy milyen pályázatot adjunk be. De az, hogy ez a pályázat előkészítése, hogy történik. Például a közbeszerzési ügyek is ott lesznek lebonyolítva, erre nem lesz rálátása a közgyűlésnek, úgy, mint ahogy eddig az önkormányzatnak egy osztálya végezte ezt a munkát. Van esetleg erre reális esély, amit most egy Miklós Attila képviselő mondott? Hát a Fülöp Csaba képviselő az közgazdász is, az jó tudja, hogy a világban a vállalatok leányvállalatokba szervezik ki a tevékenységüket, hiszen az, hogy minden nap az operatív, a napi tevékenységben nyomon tudjunk követni valamit, az elég nehézkes lenne. Ezzel van megbízva. Nyilván felel a tevékenységéért, hiszen beszámolót kell készíteni, üzleti tervet kell készíteni, de a Városfejlesztési Kft-nél is ez van, be kell számolnia, és bárki betekintést nyerhet. Ezek nyilvános dolgok. Nincsen zárt, meg sumák, meg nem mutatjuk meg, bárki. Általam is tisztelt Miklós Attila képviselő úr bemegy valahová. Egyébként nem hozták be, de a melléklete az a Excel táblázatok ilyen 3 cm vastagok voltak, bárki betekinthet az eszközforgalomba, az immateriális javokban, amiben akar, módja és lehetősége van rá. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 21 évben, hiszen ha jól emlékszem, 95-ben alakult a vagyonkezelő ZRT, elmúlt 21 évben teljesítette ezeket a feladatokat. Nyilván a felügybizottságon jobban belenézünk ezekbe a kérdésekbe, de minden, ugye mondtam, hogy 6 lányvállalata van, minden egyes lányvállalata bele tudunk nézni és teljesít. A vezérigazgató úrról csak egyet, és én nem vagyok az ő védője, meg a prókátora. Én nagyon szeretem azt, hogyha egy cégnek, vagy bármilyen szervezetnek van egy olyan vezetője, aki mindenbe belelát, mindenhol ott van, érti a csíziót, meg tudja indokolni, hiszen ezt láttuk a közgyűlésen, meg tudja indokolni, hogy miért van, és nem csak vezérigazgatói szerepkörben tetszeleg és pöfeszkedik, hanem napi tevékenységet folytat, és ha már húsbolt szóba jött, ugye a húsbolt indítása Csaba Parkban nem volt egyszerű, mert azért ellenállásba ütközik néha a Csaba Parknál a fejlesztésekre szánt pénzek, de ahhoz, hogy ez jól induljon, ott kellett lenni, tevékenyen részt kellett venni, természetesen utána felfejlesztették a munkaerőállományt és magát a tevékenységet, és további fejlesztéseket is szeretnénk javasolni, és akkor én utolsó mondat, hogy ne vegyem el mások elől. A pályázatban, a Csaba Park pályázatban 170 millió forint előirányzat van bevételként. Jelentem 2015-ben 210 millió forint volt a bevétele a Csaba Parknak, hiszen ezek a húsboltok, ami a piacon is, a Lencsésin is megnyitott, és az a vágópont, ami van a Csaba Parkban is, nagyon jól és túl teljesítette a terveket.
egyre többen látogatják, azért ezt is felróhatják, hogy nem elég látogató van, dehogy nem. Egyre több látogató, egyre több rendezvény, és egyre érdekesebb programok, és természetesen szeretnénk bővíteni továbbra is. Summa summarum, én úgy gondolom, hogy a vagyonkezelő céljainknak megfelelően hajtja végre azokat a feladatokat, amivel megbízunk. Egy médiacentrumot, egy Csaba Parkot, vagy akár egy parkolási üzletágot, vagy bármelyik területet, ahol a Törzsház koncern működik, nem végezhet hivatal. Tehát nincs erre praxis, hogy bárhol az országban a hivatalok végeznék ezt a feladatot. Ezért észszerű, és tulajdonképpen az országos trendeket lekövető döntés az, amikor ezeket a vállalkozói tevékenységeket, ezeket ilyen formában szervezi meg egy város, mint olyan Békéscsaba. Ez az egyik dolog. A másik pedig a kiadások, bevételek kérdésköre, az eredmény kérdésköre. Tehát akkor, amikor egy cégnek egy politikai testület a tulajdonosa, ugye, egy közgyűlés, amely közfeladatokért dolgozik, és direkt közfeladatok teljesítését várja el a vagyonkezelőtől, akkor ez a nyereségesség kérdésköre nem úgy vetődik fel, mint egy piaci szereplőjé. És ugye a tanácsnok úr említette a strandbelépő kérdését, tehát hogy lehetne növelni ugye a bevételt, említette a sportegyesületek kérdését, de én hozzáteszem akár mondjuk a vállalkozók kérdéskörét, ugye? Tehát hogyha azt mondaná a vagyonkezelő, hogy növeljük a vállalkozók terheit azzal, hogy a bérbeadott ingatlanokért többet kérünk, akkor ezzel növeli ugye a bevételeket. Igen ám, de ezzel a helyi vállalkozókra ró terhet. Tehát ez egy nagyon, nagyon kényes dolog, tehát elvárni egyrészt azt, hogy több bevétel legyen, ugyanakkor azt is elvárni, hogy alacsony szinten tartsa a strandbelépők árát, hogy támogassa a sportegyesületeket, hogy a vállalkozókat hozza helyzetbe, és ne lehetetlenítse el magas bérleti díjjal. Ugye ezt a kettőt együtt elvárni nem lehet. Nyilván egy kellő arányt kell fenntartani ezekben, de én úgy gondolom, hogy a vagyonkezelő ezt úgy nagyjából, nem nagyjából, hanem tulajdonképpen igen jól meg tudja csinálni. Fülöp Csaba volt az, aki kiemelte azt, hogy ugye, ha bár az egyesületek nem fizetnek bérleti díjat, azért tavaly szép számmal fejlesztettek is. Igen, ugye valóban egy kicsit csatlakoznék ahhoz, amit Herceg Tamás tanácsnok úr is elmondott, hogy mennyire piaci szereplő ugye a vagyonkezelő, ugye ZRT-ként működik, ugye vannak tagvállalatai, ugye a Törzsház koncernnek a működtetője. Hát gyakorlatilag valóban, tehát hogyha a működési formáját nézzük, ugye akkor egy piaci szereplő, de hogyha a tevékenységi köreit nézzük, akkor igazából látjuk azt, hogy jó néhány közfeladatot lát el, közszolgáltatásokat végez, a tevékenységeinek az egy része jellegénél fogva nem lehet nyereséges, és a tevékenységének egy része pedig ugye nyereséges, ugye a kettő között kell neki egy olyan egyensúlyt fenntartania, amely ugye a közszolgáltatások színvonalát biztosítja, valamint ugye még eredményes gazdálkodást is feltételez. És ugye az egyik ilyen szektor ugye a sportlétesítményeknek a működtetése, hiszen a VAG ZRT-hez tartozik a városi sportlétesítmény infrastruktúrának a fenntartása és a működtetése. Gyakorlatilag ugye ez valamilyen szinten a városi sportéletnek a támogatása is, hiszen a VAG ZRT direktben nem szed jelen pillanatban bérleti díjat a békéscsabai egyesületektől, tehát a sportcsarnokok, a tornatermek, az uszoda, a vízfelület gyakorlatilag térítésmentesen kerül biztosításra az egyesületek részére. Ugye fölvetődött korábban éppen ezért, ami ugye a közülésen is elhangzott, hogy próbálja meg növelni a vagyonkezelő ZRT a bevételeit, és mondjuk tegyen kísérletet arra, hogy a sportegyesületektől szedjen be bérleti díjat. De ugyanakkor, ahogy tanácsnok úr is mondta, dr. Ferenci Attila tanácsnok úr is említette, ezáltal ugye ott lenne egy bevétel csökkenés, amire azt mondanák az egyesületek, jó, akkor én kérek a várostól több támogatást, hogy ki tudjam fizetni a vagyonkezelőnek a bérleti díjat, tehát a város az egyik zsebéből mondjuk áttenni a másik zsebébe a pénzt, aminek véleményem szerint sok értelme nem lenne, és éppen ezért született egy olyan, hát nem is bizottsági határozat, hanem egy olyan bizottsági megnyilvánulás kérés az egyesületek felé, hogy igenis azok az egyesületek, amelyek rendelkeznek forrással, azok végezzenek el fejlesztéseket a városi sport infrastruktúrában, és ezáltal úgymond kiváltják az esetlegesen fizetendő bérleti díjat. Én azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés az rendkívül sikeres volt, hiszen ahogy a számok is mutatják, az elmúlt évben 100 millió forint értékű sport infrastruktúra vagyon növekedett
cselekmény történt Békéscsabán, és ugye ezen fejlesztések egy része a vagyonkezelő ZRT által üzemeltetett ingatlanokon valósult meg. Én azt gondolom, hogy ha a 100 millió forintot oda tesszük, hogy mondjuk esetlegesen lett volna 20 millió forint bérleti díjbevétel, csak mondtam egy számot, mert még csak kalkuláció sem készült arra, hogy ez milyen nagyságrendű lehetne, és oda tesszük a serpenyő másik oldalába ezt a 100 millió forint értékű megvalósult fejlesztést, akkor szerintem nem hozott a város rossz döntést, amikor abba az irányba ment, hogy inkább ösztönözzük az egyesületeket arra, hogy fejlesszenek, valósuljon meg Békéscsabán minél nagyobb értékben sportinfrastruktúra fejlesztés, hiszen akkor jóval nagyobb vagyongyarapodás, hozzáadott érték valósul meg Békéscsabán, mint hogyha mondjuk az adott üzleti évet akár egy 20 millió forint értékű bevétel növekmény terhelni, hiszen hogyha a létesítményekben nem valósult volna meg fejlesztés, beruházás, akkor elképzelhető, hogy ennek a 20 millió forintnak nagy részét állagmegóvásra kellett volna fordítani a vagyonkezelő ZRT-nek. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a viszonylatban felesleges arról beszélni, hogy növelje a vagyonkezelő ZRT a bevételeit, hiszen a vagyonkezelő ZRT segíti az egyesületeknek a sportinfrastruktúra fejlesztéseit, ezáltal vagyongyarapodás történik, amit nem kell karbantartásra és állagmegóvásra költeni. Tehát én azt gondolom, hogy ezen a területen egy jó együttműködés alakult ki a vagyonkezelő és a városi egyesületek között. Természetesen mindent lehet hatékonyabban, eredményesebben csinálni, de hogy a következő évre is komoly pályázatok vannak beadva sportinfrastruktúra fejlesztés terén. Tehát én azt gondolom, hogy a városi vagyon, a vagyonkezelő ZRT által is kezelt sportinfrastruktúra vagyon további több 10 milliós és akár 100 millió forintos növekménnyel is bővülhet. Tehát én azt gondolom, hogy ez ezen a területen egy jó irány, és én jobbnak tartom azt az utat, hogy igenis találjuk meg azokat a közös, tehát mint a VAK ZRT, ahogy Tamás is említette, hogy terheljük a vállalkozókat esetlegesen plusz bérleti díjjal az egyesületeket, vagy pedig gondolkodjunk inkább abban, hogy fejlesszünk közösen, hogyan tudnánk segíteni, hiszen én azt gondolom, hogy ez egy körforgás. Hogyha a vállalkozóknak nem nőnek a terheik, akkor tudnak foglalkoztatni, tudnak fejleszteni, akkor olyan adóbevétel képződik, ami itt kerül megfizetésre Békéscsabán, az alkalmazottak Békéscsabán költenek, tehát az a pénz, ami visszakerülhet a gazdaságba, visszakerülhet a városi költségvetésbe, az azt gondolom, hogy sokkal jelentősebb, mint egy pillanatnyi adott évhez kötődő bevétel. Én azt gondolom, hogy inkább ilyen szemléletben kellene gondolkodni, és én inkább annak vagyok a híve, hogy legyen egy együttműködés a VAK ZRT, az önkormányzat, a vállalati szektor, mondjuk a sportegyesületek között, akár mondhatnám. Én azt gondolom, hogy a vagyonnövekmény, a támogatás az azt segítheti elő, hogy több pénz legyen a helyi gazdaságban. Pont ezért fontos az, hogy tudjuk azt, hogy az egyes üzletágak, mi az, ami nyereséges, és mi az, ami nem. Nyilván a sportlétesítmény üzemeltetés az nem tud nyereséges lenni. A parkolási üzletág az meg mindig nyereséges tud lenni. A kérdés igazából az, hogy az egyes vállalatok, az egyes üzletágak mi az, amit elbírnak még esetleg plusz bevételben. Azt gondolom, hogy a piac esetén látjuk azt, hogy van lehetőség arra, hogy ott a bevételeit a vagyonkezelő ZRT növelje. Az ingatlan bérbeadás területén van arra lehetőség, hogy a vagyonkezelő ZRT a bevételeit növelni tudja. És látnunk kell azt, ami egyébként meg kiadás. Sportlétesítmény fenntartás, ilyen lesz egyébként mindig is a strandfürdő, és az összes többi vállalatot meg kell nézni, és ebből kell kihúzni itt kell meghúzni azt a határt, ameddig a vagyonkezelő ZRT-t hagyja a közgyűlés elmenni, és néhány helyen pedig be kell avatkozni. Ne felejtsük el, hogy nagyon nagy veszélyt jelent a vagyonkezelő ZRT-n belül a hulladékkezelő KFT-nek a jövője. És nagyon fontos lesz majd, hogy az állam milyen döntést hoz ebben az ügyben, hiszen a mostani költségvetésünkben nagyjából augusztusig van betervezve ennek a cégnek a finanszírozása. Hogyha addig nem születnek meg azok az állami döntések, akkor az önkormányzatnak biztos, hogy a zsebébe kell nyúlni ahhoz, hogy a vállalatot tovább tudja finanszírozni. Annyit ez, hogy a hulladék gazdálkodás az egy nagyon súlyos kérdés önmagában is, és hogy mi lesz a közeljövőben, ez valóban perdöntő, akár pénzügyi szempontból is, de én azt hiszem, hogy a tevékenység minősége szempontjából is. Ez az egyik dolog, és amit Attila mondott, azért az hagyd tegyem hozzá, hogy az átláthatósággal kapcsolatban, hogy természetesen az igazgatóságban is, és a felügyelőbizottságban is ott ülnek az ellenzéki pártok képviselői is, ugye egyrészt, másrészt pedig, hogy valóban nyilvánosak azok az anyagok, amiket megtárgyalunk ugye a közgyűlésen is, tehát én azt hiszem, hogy az átláthatósággal nincsen probléma, hogyha lenne bármilyen pontján probléma, akkor azt hiszem, hogy akkor az nagyon jó, hogyha és nagyon bölcsülök, hogyha azt jelzitek, és megpróbáljuk ezt megszüntetni, de én nem látok ilyet, tényleg nem látok ilyet. És akkor csak még egy dolog, hogy ami még egy picit árnyalja a kérdést, ugye ezek a direkt megbízások a vagyonkezelő felé. Tehát nem nyereségességi kérdés az, amikor mondjuk, én nem tudom, piacfejlesztést ír elő esetleg mondjuk
mondjuk a köz, ugye a közgyűlés, vagy az nem nyereségességi kérdés, amikor nyilvános illemhely létesítését határozz el, vagy az, amikor a strandon ugye gyermekmedence létesítését határozz el, ezek nem nyereségességi kérdések, hanem ez a közjó ellátása, vagy a közjó érdekében végzett tevékenységre való rábírása a vagyonkezelőnek. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, a cég működése maga összetett, de én azt hiszem, hogy az amilyen döntések születtek a vagyonkezelővel kapcsolatban a közelmúltban, az azért mégiscsak azt igazolja, hogy irányba van, hogy jól működik a Törzsház koncern. Lépjünk tovább a következő témánkra. Az is egy picit hevesebb vitát váltott ki, hogy jogszerű-e, vagy nem jogszerű a fakitermelés az élővíz csatorna mentén. Tehát ugye volt egy ilyen kérdés, hogy jogszerű-e, a bizottság megállapította, hogy gyakorlatilag jogszerű volt, de azért hozzátett azt Miklós Attila, hogy azért nem volt teljesen korrekt. Nyilván az már a magánvéleményem volt, hogy ez a fakivágás. Én nem vagyok egy nagy favágó, nem tudom, hogy ez kit lök meg, vagy kit nem, de én biztos, hogyha fát vágnék, akkor arra nagyon próbálnék vigyázni, hogy ne napokig álljon a vízben a fatörzs, mert az nem biztos, hogy jól néz ki, meg nem biztos, hogy jót tesz a fának. Egy biztos, a megrendelés az jogszerűen történt, a fakivágást jogszerűen rendelte meg a polgármester úr, írta alá a vállalkozási szerződést, viszont az a látvány, ami ott fogadta a élővíz csatorna partján közlekedőket, futókat, pihenőket, arra járókat, az egy elég barbár munkára utal. Most hétvégén is jártam arra, hát még mindig elég borzasztó látványt nyújt. Nyilván így is lesz, amíg nem a természet nem hozza helyre ezeket a károkat. A szükségszerűségével lehet vitatkozni, hogy most kellett-e ezt a fakivágást elrendelni, vagy hogy most ebben a vegetációs időszakban kellett elvégezni ezt a munkát, ezen lehet vitatkozni. Polgármester úr jogszerűen rendelte meg ezt a munkát. Ja, Herceg Tamás tanácsnok részéről volt egy olyan felvetés, hogy voltak azért valótlanságok a beszámolóban. Mire gondolt egészen pontosan? Igen. Nos, szóval nem a fakivágás jogszerűségét kérdőjelezte meg senki. Tehát elmegy egy picit a süketek párbeszéde felé a dolog, hogyha arról beszélgetünk, hogy de igen, jogszerű volt. Nem állította. Se a természetvédők, se a közgyűlés egyetlen tagja, se jogszerűtlen lett volna. Tehát nem a jogszerűségről beszélgetünk itt, hanem hogyan fogalmaztál, Attila, az indokoltságról, vagy tehát arról, hogy ebben az időszakban, tehát az áprilisi időszakban célszerű-e, szükséges-e kivágni azokat a fákat, amik, és itt van egy nagyon fontos kérdés, és ez az, ami a dolog tartalmi része, amik egyrészt veszélyesek, tehát amik veszélyesek az emberi életre veszélyes fák, azoknak a kivágása, vagy a megmetszése, az haladéktalanul meg kell, hogy történjen. De azt mondják azok a természetvédő szakemberek, és ők meg akarnak nyilvánulni ebben a kérdésben, azért beszélhetek róla, hogy azoknak a fáknak a kivágása, amiket áprilisban vágtak ki, azoknak az indokoltsága megkérdőjelezendő, mert hogy ők olyan jegyzőkönyvet, amiben az összes kivágásra jelölt fát veszélyesnek minősítették volna, szóval ilyen jegyzőkönyvet ők nem írtak alá. Az más kérdés, hogy ezek túlhordott fák voltak. 5 éve ki lehetett volna vágni emiatt őket, 6 éve, 8 éve ki lehetett volna vágni. Ezek már akkor nem őshonos fák voltak, ugye 3 éve, 5 éve, 8 éve, amikor ott elkezdtek nőni. Ezért aztán úgy gondolják azok, akik fölháborodottan látták itt a fakivágást az ártérben, ugye, hogy ezeknek a fáknak a kivágására nem a vegetációs időszakban kellett volna, hogy sor kerüljön. Erre jönne akkor ugye a válasz, hogy igen, de ott van a jegyzőkönyv, hogy ez mind balesetveszélyes fa. És erre jön a másik válasz, hogy de azt állítják ők, hogy nem balesetveszélyesek voltak. Az ártérben lévő fák nem balesetveszélyesek. És amikor ott van a
Erre a viszont válasz, hogy a városban hány olyan fa van, ami rádölt az elmúlt években házra, autóra, hát éppen, hogy azokat kell kivágni, hogyha azok balesetveszélyesek. De az ártér és a belváros fái azért talán nem esnek azonos elbírálás alá. És én azt javasoltam, hogy arra a kerékpár útra, futó folyosóra, ott el lehetne helyezni mind a bejáratoknál olyan táblát, ami fölhívja a figyelmét azoknak, akik éppen viharban szeretnének futni vagy kerékpározni, hogy ne tegyék, mert hogy az abban a helyzetben balesetveszélyes lehet. Tehát én azt hiszem, hogy van valahol egy köztes igazság. A balesetveszélyes, életveszélyes fákat mindig ki kell vágni, a jogszabály is ezt lehetővé teszi, de azokat a fákat, amikben nem kell kárt tennünk a vegetációs időszakban, azokat nem célszerű kivágni, és itt nem csak a fákról van ám szó, hanem hogyha áprilisban vágják a fát, akkor a fa környezetéről is, a madarakról, bogarak, hát az élővilágot ott már szaporodásnak indult. Tehát olyankor bántottuk azt a környezetet, vagy bántották azt a környezetet, amikor ez már a természetben komoly sérüléseket okozott. Menjünk tovább a következő. Ezzel kapcsolatban még azért volt egy javaslatunk a közgyűlésen, nevesül nekem, hiszen pont a Tölgyfa utcán borult ki egy fa, és amit tanácsnok úr is mondott, meg a Miklós Attila képviselő úr is, ugye tehát szögezzük le, hogy ami balesetveszélyes, azt ki kell vágni. Ha vegetáció, hanem törekedni kell arra, hogy ne a vegetációs időz. Hanem a javaslat az volt, és a választókörzetemmel el is indítottam, hogy az utak és járdák mentén lévő fákat vizsgálják meg, vizsgálják felül. Nem csak egy fa kidőlés okozhat itt problémát, egy vastagabb, karvastagságú ág egy nagyobb szélben, nem feltétlenül leszakad, és mondjuk akár gyerekekben vagy szülőkben is kárt tehet. Tehát kértük az irodát, hogy a következő közgyűlésre egy ilyen felmérést, előterjesztést készítsen a polgármester úr részére, aki majd beterjeszti a bizottság, illetve a közgyűlés elé. Tehát a sűrű, lakott, nagy közlekedésű, nagy forgalmú járdák és utak mellett vizsgáljuk meg ezeket a fákat. Jó, menjünk tovább a következő témára. Ugye döntött arról is a közgyűlés, hogy gyermekétkeztetés nyáron támogatják. Mi változott az eddigiekhez képest? Változott a jogszabály, ugye? A korábbi években úgy működött a dolog, hogy pályázhatott az önkormányzat bizonyos állami támogatása a tekintetben, hogy a nyári gyermekétkeztetést, nyári gyermekélelmezést, hogy meleg ételt kapjanak a gyerekek, oldja meg állami pénzből. Ez úgy változott, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetését az állam magára vállalta, nem csak a nyári szünet időszaka alatt, hanem a másik három szünetben is, tehát az őszi, téli, tavaszi szünetben is. Ez a létszám Békés Csabán, ugye a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek létszáma kb. 200 körüli, ugye? Tehát ez kevesebb annál, mint az a gyermek létszám, amit a tavalyi esztendőben étkeztettünk a pályázat alapján. Ezért az önkormányzat 3 millió forintot hozzárendelte ez a büdzséhez, és még olyan gyermekek étkeztetését is bevállalta, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. 158 gyermeket körülbelül, és ehhez hozzá kell tenni, és itt a szakma véleményét mondom, hogy ennél többet nagy valószínűséggel nem kell, vagy akár másképpen is fogalmazhatok, hogy nem nagyon lehet étkeztetni, mert hogy a családok azt mondják, vagy a családok működése alapján azt mondhatjuk, hogy nem szükséges. Tehát tavaly előtt voltak olyan gyermekek, akik jogosultnak, minősültek erre az ellátásra, és egész egyszerűen nem vették igénybe. Tehát a szakma azt mondja, hogy ezzel a 150-160 gyermekkel, akik a 200 mellett, akik állami pénzből étkeznek, ezzel nagyjából azt a problémát, hogy nyáron is legyen a nehezebb sorsú gyermekek számára étkeztetés, ezt az állam és az önkormányzat együtt meg tudja oldani. És hogyha csak még egy mondatot mondhatok, ugye, hogy ehhez a területhez tartozik tulajdonképpen az, hogy az intézményünk, a Családsegítés Gyermekjóléti Központ ugye beszámolt az elmúlt év feladatairól, pontosabban itt ugye a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Itt is van változás, egyébként jogszabályi változás, hangsúlyosabb feladatuk lesz ezeknek az intézményeknek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, a hatósági jellegű feladatok ellátása.
Az a helyzet, hogy bárkivel beszélgetünk erről, akkor mindenkinek a fejében ott van az elmúlt időszak két szörnyűséges, leírhatatlanul szörnyűséges esete, amikor a szülők éheztették a gyermeket, és úgy haltak meg. Ugye ez a jéghegy csúcsa egyébként, tehát nagyon sok családon belüli elhanyagolásról, bántalmazásról tudhatunk, mert az a felelőssége az intézménynek, és nem csak az intézménynek, hanem a járási hivatalnak, a kormányhivatalnak, ugye? Az a közös felelősségünk, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő. Ja. A legsérülékenyebb célcsoportról beszéltél, ugye, akik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A kormány a 2017-es büdzsében pont erre a korcsoportra szán 500 millió forinttal kevesebbet a 2017-es költségvetésébe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Békés Csaba nagyon helyesen megy előre, és emeli meg azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a szociális szférában nyújt. Azt gondolom, hogy eddig is élen járt ebben Békés Csaba. Én azt gondolom, hogy jövőre ennél több pénzt kell majd erre fordítanunk, hiszen ahhoz, hogy a szegénység és ezen belül a gyerekszegénység tudjon múlni, vagy valahogy kezelni tudjuk, ebben az önkormányzatnak és az államnak közösen kellene, hogy tudjunk ebben dolgozni. Még egy szám, és akkor lehet, hogy ebből majd egy számháború alakul ki. Nekem az az érzésem és az a meggyőződésem, hogy a mostani kormány nem tesz meg mindent a gyerekszegénység felszámolásáért, hiszen 2010 óta 70%-kal emelkedett a szegény sorban élő gyerekek száma, az Eurostat adatai szerint 71 ezer nagyon szegény, hátrányos helyzetű gyerek volt Magyarországon, ma pedig ez a szám az adatok alapján 123 ezer. Úgyhogy nem, hogy csökkent volna ez a szám, hanem nőtt az elmúlt időszakban a Fidesz kormányzás alatt. Bocsánat, ezt hozzá kell tennem, hogy tehát az, hogy ki a szegény, ki nem szegény, ez egy roppant nehéz szakmai kérdés. Létminimum, társadalmi minimum, mit tartunk oda illeszthetőnek abba a fogyasztási kosárba, amely alapján megállapítunk különböző határokat. Én egyet tudok mondani, ugye a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma Békés Csabán bő egy év alatt 400 fővel csökkent. Ugye? A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ugye alapesetben az a gyermek részesül, ahol a legkisebb öregségi nyugdíj 140%-a alatti a családban az egyfőre első jövedelem, és néhány másik szempont is van, tehát további gyermekek is kerülhetnek be ebbe a halmazba. Itt egy csökkenő számot látunk. Tehát az országos tendenciák az egyik kérdés, ugye? És ott is ugye az, hogy milyen mérőszámok alapján fogalmazunk, ugye, és a másik, ami egy exakt és a települési szint, amellyel kapcsolatban nekünk erős felelősségünk van, ugye, tehát ez két különböző dolog. Igen, itt azért a közgyűlésen is volt egy pici számháború azzal kapcsolatban, hogy akkor most Békés Csabai adatokról, vagy országos adatokról van. Én országos adatokról beszélek, és országos adatokat is mondtam. Viszont ha már itt tartunk, akkor adatokat is elég nehéz vadászni azóta, amióta az állam fennhatóság alatt lévő KSH mondjuk a létminimum adatokat nem nagyon adja ki. De ebben ne is menjünk bele, hogy ki most mi alapján bele, szóval. Erre is igen, tűnik válaszolni, de akkor nem menjünk bele. De bele felülöm. Jó, még egy utolsó témára van időnk. Ugye felvetődött a közgyűlésen a zöld hulladék kérdése is. Ezzel kapcsolatban mi az a fejlemény, amiről mindenképpen tudnunk kell? 2016. január 1-től ugye új hulladékgazdálkodási törvény van, és elvileg áprilistól már a Darek ZRT-nek kellene szolgáltatnia, illetve létrejött egy országos hulladékkezelési koordinációs és vagyonkezelő ZRT, aki ugye majd beszedi a díjakat, hiszen majd látják a tisztelt lakók, hogy március 31-ig a hulladékkezelő Kft. Szedte a díjakat, onnantól pedig ez a központi egység, és ez vissza fog osztani a szolgáltatóknak, hiszen van egy 10 éves szerződésünk például a TAPÉ-val, illetve ezt a hulladékgazdálkodási Kft-nket a vagyonkezelő ZRT keretében is törvényi kötelezettségnél fogva hoztuk létre. A hulladékszállítás díjai nem emelkedtek, viszont változott a zöld hulladék elszállítás, illetve bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtésnek a kérdése. A probléma az, hogy a városnak nincs beleszólás ebbe a dologba, ezt központi jogszabályok rendezik, tehát mi már rendeletet sem alkotunk a hulladékszállításról, illetve alkotunk, de az állami jogszabályokat átvéve, ezért az önkormányzatnak kell lenni rendeletének, de valójában nem mi szabjuk meg a ürítésdíját, a szállításdíját, a fizetendő különböző díjakat.
Sajnos úgy tűnik számunkra lakossági visszajelzésekből, hogy nem elég az a mennyiség, amit a zöld hulladék elszállítására beütemeztek, tehát a zöld kuka meg mellé rakott ilyen nyesedék, most hirtelen nem emlékszem a számára, fél méter hosszú, vagy fél méter széles, egy méter hosszú, hanem jóval nagyobb igény van, és a szelektív gyűjtést, amit én úgy vettem ki, hogy a lakosság nagy örömmel fogadott, mert mégis csak jobb azért külön gyűjteni az ilyen papír, műanyag, meg fém részeket, az is havonta egyszer viszik el egy úgy emlékszem, 60 literes sárgazsákban, amit 100 forintért lehet megvásárolni, nem elég, mondjuk ki, nem elég, de jelenleg a központi szabályozás ezt írja elő. Ezért azzal a javaslattal éltünk a Fidesz részéről mi is, de gondolom nem, tehát mindenki egyetértett ezzel, kimondja hamarabb című történet van, hogy esetlegesen egy pótlólagos, egy pótmegrendelést adjon az önkormányzat a szolgáltatónak, hiszen ezt a problémát kezelni kell. Ugye most nemrég reggel voltam a Csaba Rádióban, ahol megkérdezte egy tisztelt lakó, hogy de mi lesz az az zöld hulladékkal, amit nem visznek el. Két dolgot lehet csinálni, meg a szelektívvel is, vagy kiviszi valahová, és az illegális hulladéklerakóknak a léte, a mennyisége nőni fog, vagy beviszi, ezt tartom a legkevésbé valószínűleg, a hulladékkezelő műbe, ahol kilogramra átszámítva átveszik tőle, fizetni kell érte, hogy lerakja. Ez nyűk. A szelektív hulladékgyűjtő zsáknál is be kell menni a zsákért, aláírással igazolva kell átvenni, tehát nem viszik ki, nem hagyják ott a zsákot. Ennek azért van racionális magyarázata, mert mondhatja azt a lakó, hogy hozzá nem küldték ki. Uram, bocsá, kiemelhetik a postaládájából, vagy valahonnan, tehát, hogy is mondjam, illetéktelenek viszik el, de ezt a problémát kezelni kell. Ezért azt kértük, hogy a júniusi közgyűlésre, ha jól emlékszem, egy bizonyos megoldási javaslattal kell élni. Szerintem már akkor is késő, mert 16-án lesz a közgyűlés, majd 3 hét múlva, vagy bő 2,5 hét múlva. Ezt valamilyen formában kezelni kéne, ennek erre a városnak áldoznia kell, hiszen ahogy tanácsnok úr is elmondta, egy közszolgáltatásról is szó van, tehát azt nem tudhatjuk le annyival, hogy hát kérem, ez a központi jogszabály, ez kit érdekel, így maradunk, gondoskodnunk kell róla, hogy elszállításra kerüljön, ha ez plusz pénzbe kerül, ugye új szolgáltatás, meg kell egyezni a szállítmányozóval, a TAPE Kft-vel, meg kell egyezni abba, hogy mennyiért, milyen rendszerességgel viszik el. Sajnos, hamar jött a tavasz, hamar jött a nyár, sokkal nagyobb zöld hulladék mennyiség keletkezett a kertekben, a területeken, a portákon, mint ami eredetileg lett volna, ha egy hosszabb tél van, ezáltal jóval nagyobb zöld hulladék mennyiség lett, és egy gondolatom ezzel, az állami szabályzók mindig merevebbek. Ugye ők egy központi, egy országos rendet szabályoznak, nekünk kell a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva hát rugalmasabban kezelni ezt a kérdést, és erre megoldást kell találni. A szelektív hulladék gyűjtéssel kapcsolatban pedig az a probléma, hogy a válogató műbe kellene kiszállítani, ami még nem tudom, hogy működik-e. Szóval azt ígérték, maradjunk annyiba, hogy szeptember vagy októbertől fog élesben működni ez a dolog, hiszen folyamatban a Dareknak a szolgáltató kiválasztása vagy pályáztatása, és akkortól talán megy, de ezt a problémát meg kell oldani, mint a fakivágás és egyéb dolgokat is meg kell oldani. Én is azt gondolom, hogy nagy probléma, hiszen én majdnem minden fogadórán találkozok ezzel a kérdéssel, tehát minden fogadórán a lakosság részéről van kérdés, információ éhsége van a lakosságnak. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy tanácsnok úr is ugye elmondta, hogy egy állami szabályozási környezetbe csöppentünk most bele. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a lakosságot informáljuk ezekről a dolgokról megfelelően, és maximálisan egyetértek azzal, hogy igenis alkalmazkodnunk kell a helyi igényekhez, hiszen gyakorlatilag nem lehet az országos viszonyokat egy az egybe leképezni például egyes településekre, hiszen minden egyes településnek, város résznek is megvannak ugye a sajátosságai, és a lakosságnak igenis vannak jogos igényei, jogos felvetései, amelyeket ugye elsődlegesen a képviselőknek továbbítanak, hogy a képviselők próbálnak információt szolgáltatni a lakosságnak. Azt gondolom nagyon-nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen a kommunikáció, megfelelő legyen az információ áramlás ebben a témában, hiszen nagy változások történtek, ahogy említette tanácsnok úr is. Igenis erről a lakosságot tájékoztatni kell, és meg kell, véleményem szerint is meg kell hozni azokat a helyi szintű döntéseket, amelyek lekövetik a helyben élő lakosságnak az igényeit, és a minél magasabb szintű közszolgáltatás biztosítását teszik lehetővé a lakosság számára. Én abban látom a problémát, hogy az állami beavatkozás most szép lassan már olyan szinten van, ami az önkormányzatiságot, vagy az önkormányzati döntéshozatalt kényszeríti olyan
olyan döntések elé állítja az önkormányzatokat, ami elől nem lehet se elugrani, se megkerülni, hanem valamit tennünk kell vele. Ilyen volt egyébként az oktatás kérdésköre, amikor egyik pillanatról a másikra a feladatot elvitte az állam, és hagyta itt nálunk az épületek fenntartását. Ilyen volt a kórházaknak az összevonása és kiszervezése, ilyen most a hulladékgazdálkodás, ilyen a tömegközlekedésnek a megoldása, a DAG ZRT beszámolója is most volt, amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni, azon kívül, hogy megismerjük az ottani működést, amivel nem értünk egyet, de ettől függetlenül ugyanúgy ki kell neki fizetni majd azt a hozzájárulást, amivel a szolgáltatást csinálja Békés Csabán, és ilyen a hulladékgazdálkodás kérdése is. Egyre több helyre szól bele és központosít az állam úgy, hogy az önkormányzatok véleményét ebben az ügyben nem kéri ki. Csak egy mondatot ezzel kapcsolatban, 2013 áprilisi áron szolgáltatják a hulladékszállítást. Tehát azért az állam részéről is érthető egy tendencia, egyrészt a rezsicsökkentést tartósá tenni, másodszorban pedig non-profittá tenni az egészet. Tehát úgymond profit-orientált cégek ne vegyenek ebbe részt, de hát a szállítást nagyrészt profit-orientált cégek csinálják, de nyilván egy megegyezés kérdése ez, hogy egy bizonyos önköltségi áron, de erre mondtam a pótmegrendelést. Tehát a non-profit is, akkor is kell plusz pénzt áldozni arra, hogy a nem szabályozott részeket, ahogy Fülöp Csaba képviselő is mondta, rugalmasan kezeljük. Igen, és annyit tesz, hogy az állami szabályozás azért ilyenkor azt is szolgálja, hogy egy minimum színvonalat mindenhol az országban, a fővárostól a legkisebb településig, vagy a legkisebb településtől a fővárosig, ugye biztosítani lehessen. Ez az elvi hatalomgyakorlási, filozófiai kérdés, de a gyakorlati kérdés az az, és ebben ugye a Csabával nem lehet vitatkozni, az információ áramlás, hogy úgy látszik egyébként, hogy a lakosság nem pontosan tudja, vagy legalábbis egy hányada nem pontosan tudja, hogy akkor most hol is tartunk, mi a teendő, mit kell csinálni, hogyha így csinálom, akkor azt földolgozzák, nem dolgozzák, hogy ér. Tehát van egy pici információs döccenő még ebben a rendszerben. Ezért kéne például egy informatívabb honlap, mondja tanácsnak úr, és én bőszen bólogatok ehhez. De Békés Csabaiak, az nem nagyon érdekli, hogy most városi cég, magáncég vagy állami cég viszi el a hulladékot. Az érdekli a Békés Csabaiak, hogy ha ő fizet érte, jó esetben fizet érte, ezt valaki elszállítsa onnan. És most pont az a döccenő, vagy az a probléma, hogy a zöld hulladék esetében ezt nem szállították el, és ezért van az önkormányzat, hogy ebbe be tudjon avatkozni, és egyébként a problémákat megoldja. Legyen ez a végszavunk, ennyi fért a mai műsorunkban. Köszönöm figyelmüket, híreinket megtalálják a behir.hu oldalon is. Viszontlátásra!